Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Már javában tart a parlament tavaszi ülésszaka. Milyen törvényjavaslatok és kérdések kerültek a képviselők elé? Rengeteg kérdés és törvényjavaslat és módosítás volt, hiszen nagyon sok olyan törvényt hoztunk, amit az Európai Unió és az Európai Bizottság kért Magyarországtól, hogy a helyreállítási alap pénzeihez és a nekünk járó uniós forrásokhoz hozzájuthassunk. Tehát ezeket a törvényeket meghoztuk, szavaztunk Finnország NATO csatlakozásáról, elénk került az idei év költségvetési módosítása, a jövő évi költségvetés tárgyalása, tehát nagyon sok, nagyon zsúfolt programja van idén a tavaszi ülésszaknak, tehát bizottságülések, parlamentülések, úgyhogy mozgalmas ez az idei tavasz, az idei év eleje. A parlament megszavazta a békepárti határozatot, miért fontos ez Magyarország számára és mit tartalmaz? Én azt gondolom, hogy már több mint egy éve tart az orosz-ukrán háború, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. És sok ország, főleg az Európai Unióban állást foglalt a háború mellett. Azt gondolják, hogy ha fegyvereket szállítunk, hogyha támogatjuk az ukrán hadsereget, akkor közelebb a béke. A magyar kormánynak az az álláspontja is, nekem is, ami azt gondolom, hogy erkölcsileg az egyik elfogadható, hogyha minél tovább folyik a háború, többen halnak meg. Apák, férjek, fiúk, gyermekek, és nekünk és a magyar kormánynak is az az álláspontja, és ez a békepárti határozatban is benne volt, hogy mi azt kérjük, hogy azonnali tűzszünet legyen, mert hogyha tűzszünet van, akkor nem halnak meg emberek. Ha tűzszünet van, megkezdődhetnek a béketárgyalások, és a béketárgyalások végén egy tartós béke, egy tartós tűzszünet fog előállni, amikor emberi életekben, anyagi javakban nem esik kár. És a magyar parlamentnek az volt az álláspontja, hogy ezt a békepárti határozatot el kell fogadni, Magyarországnak ki kell nyilvánítani, hogy mi semmilyen módon nem akarunk a háborúba részt venni, Magyarország nem akar a háborúba részt venni, hiszen így is a gazdasági problémáknak, a szankcióknak mi is elszenvedői vagyunk, gazdasági elszenvedői. A humanitárius akciókban természetesen részt veszünk, befogadjuk a menekülteket, segítünk az újjáépítésben, támogatjuk az ukrajnai civileket, hiszen élelmiszerrel, újjáépítéssel, tartós eszközökkel a magyar kormány támogatja, minden menekültet, aki Magyarországra jön, ellátásra biztosítja, de a háborúban semmilyen formában nem akarunk részt venni. És egy kicsit rosszul is esett nekem, hogy nem egyhangulag fogadta el a parlament ezt a békepárti határozatot, mert az ellenzéki pártok mondva csinált okokkal nem szavazták meg. És azért furcsa ez a dolog, mert ők is azt mondják, hogy szeretnék a békét, ők is a béke mellett vannak, de szállítsunk fegyvereket, és ahogy a kampányban a miniszterelnök jelöltjük Márki-Zay Péter is mondta, ha NATO katonákat küldene, akkor katonákat is küldjük. Én azt gondolom, hogy ez nem a béke mellett van. A béke mellett az van, aki tűzszünetet és tartós békét kér. A Magyar Falu Program újabb elemekkel bővült. Mit lehet tudni a részletekről? A Magyar Falu Program, én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres program sorozat, hiszen több mint 5 évvel ezelőtt indult el, megújultak kis településeken, 5000 lélekszám alatti kis településeken, óvodák, iskolák, bölcsödék, szociális intézmények, konyhák, utak, járdák, és ez mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy a falusi emberek otthon tudjanak maradni, ne kelljen elköltözni, hiszen egy faluban ne legyen sokkal rosszabb minőségű élet, mint egy nagyvárosban. Hiszen látjuk azt szerte a világon, hogy ez tendencia, hogy az emberek a kisebb településekről egyre nagyobb településekre költöznek, hiszen ezért van már a világon 10-20 milliós gigapoliszok, nagyvárosok, mert megindult egy ilyen áramlás. De magyar kormánynak az a célja, hogy ugyanolyan minőségű legyen egy kistelepülési élet, és ez a Magyar Falu Program hozzájárul. Most elindul egy nagyobb program, ahol utakat, járdákat fogunk felújítani és építeni, és azt gondolom, hogy ez is mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy az falun való lakás
ott élés az komfortosabb legyen, hiszen a falusi csok támogatja azokat a fiatalokat, akik egy kis településen képzelik el a jövőjüket és családjuk jövőjét is. Tekintsünk egy kicsit a külpolitikára, Kazasztánba járt kint választási megfigyelőként. Milyen feladatokat látott el pontosan? Több alkalommal jártam már Kazasztánban választási megfigyelőként, hiszen parlamenti választáson, elnökválasztáson is részt vettem, és hát egy nemzetközi csapat tagjaként az Európai Unióból 9 ország delegáltjai vettek részt Kazasztánba, de az Egyesült Államokból, Dél-Amerikából, az európai és ázsiai országok különböző részeiről voltak nemzetközi megfigyelők. Én is nemzetközi megfigyelő csapat tagja voltam, nekem az volt a feladatom, hogy ellenőrizzem azt, hogy demokratikusan, szabályszerűen zajlanak a választások. De azt kell látnom, hogy Kazasztán kínosan ügyel arra, nagyon figyelnek arra, hogy a megfelelő demokratikus formába zajljanak a választások, és most egy nagy lépést tettek, hiszen az elnöki rendszerről most térnek át a parlamenti rendszerre. Igazából egyik helyen ez vált be, másik helyen az vált be. Az Egyesült Államokban elnöki rendszer van, Franciaországban elnöki rendszer van, Magyarországon parlamenti rendszer van, tehát itt a parlamentnek van alárendelve a miniszterelnök. És Kazasztán is inkább a parlamenti rendszer irányába ment. Most egy nagy közéleti, közpolitikai átalakulás történik. Kazasztánt a függetlenségné válása óta 30 éve a folyamatos fejlesztés, a folyamatos fejlődés jelzi. Úgyhogy örülök neki, hogy én is ennek a csapatnak lehettem a tagja. Gyerünk hát hazánkra és Karcagra és a térségre. Hogyan haladnak a térségben a fejlesztések, beruházások? Én talán 2 esztendővel ezelőtt azt mondtam, hogy gyorsító pályára lépett a térség és Karcag. A gyorsító pályát hívhatjuk M4-esnek is, mert aki Budapest-Szolnok irányába megy, az láthatja, hogy a Szolnok Törökszentmiklósi letérőnél folytatódnak a 4-es építései, építési munkái. És nem csak azon a részen, ahol véget ér a 4 sávos út, hanem már Kisújszállásnál is, hogyha valaki a Kisújszállási elkerülőre hajt, és a Kisújszállási elkerülő végén baloldalra figyel, akkor már láthatja, hogy komoly építkezések folynak, az út mellett ki vannak jelölve a 4-es autópályának, autóútnak, a 4 sávosnak a jelzőkarói, és hát bízom benne, hogy nem soká ide Karcag környékére, és itt a térségbe is már ide fog érni a 4 sávos 4-es, és látjuk azt, hogy új lendületet ad az egész térségnek, hiszen a közlekedés az egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog az, hogy akár másfél óra alatt, akár Budapesten legyünk, egy 40 perc alatt Szolnokon, ha meg fog épülni tovább a 4-es, akkor az ország határig is egy óra alatt kényelmesen le fogunk tudni érni. Én azt gondolom, hogy lendületet, még nagyobb lendületet fog adni Karcagnak. És hát, hogyha látjuk a beruházásokat, nyitott szemmel járunk, munkahelyteremtő beruházások, az Agrosprint befejezéséhez készül, Közép-Európa, hanem Európa egyik legnagyobb hűtőkapacitása és élelmiszeripari beruházása Karcagon valósult meg. Ha a vasútállomáson járunk, akkor ott a kukoricamalom és a tárház épülete befejezéséhez közeledik, mintha vadonatúj lenne az az épület. És hát emlékszünk rá, amikor Karcagra begörült a vasút én gyerekkoromban a vonat, akkor büszkék voltunk, hogy a Közép-Európa legnagyobb rizshántoló malma. Most a Magyarország legnagyobb kukoricamalma és a legnagyobb tárház teljesen megújult. Látjuk azt, hogy a malom, a Kisújszállási úton malom épülete, már a munkálatok most már a bontásnál tartanak, és bízom benne, hogy ebbe az évben hozzá kezdődik az új vadonatúj malom építése. És látszik, hogy a sportberuházások, a szabadidőberuházások is jól haladnak, hiszen a Ligetúti sportpályánál azt mondom, hogy én, hogyha nekem 5 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy Karcagnak ilyen sportkomplexuma lehet, akkor én azt nem hiszem el. És hát a fürdővel szemben épül a Sámándob, ami augusztus 20-ai ünnepségen, én bízom benne, hogy át fogjuk tudni adni, és nem csak a pavilont, a milánói pavilont, az úgynevezett Sámándobot, hanem a körülötte lévő kiszolgáló egységeket, hiszen a Rómnai malom felújult, megújult, a sétány, a kerékpáros pálya, a játszótér, mert igazából még hivatalosan nincs átadva, de már nagyon sokan vannak ott kisgyerekesek. És mindenképpen, hogyha azt akarjuk, és az a cél, hogy Karcag fejlődjön,
hogy korszakról a fiatalok ne menjenek el, hanem munkát találjanak, családot alapítsanak, vagy azok a fiatalok, akik már elköltöztek Karcagról, mert máshol találtak munkát, máshol találtak megélhetést, szívesen jöjjenek vissza, mert Karcag is tudja azt nyújtani, mint bármelyik város az egész országban. Mint családos ember, és akinek családja van, az pontosan tudja, hogy az lenne a legjobb, ha gyerekek nem költöznének messzire, hanem ebbe a városba is megtalálnák a számításukat. És Karcag város vezetése, és mindannyian arra törekszünk, hogy ez így legyen. Karcag vonzó legyen a fiataloknak, ne kívánkozzanak innen el, ne kívánkozzanak máshol lakni, máshol boldogulni, és azok a karcagi fiatalok, akik már elmentek, ők is gondolkozzanak arra, hogy szívesen jönnek haza, szívesen élik itt az életüket. És ez kellenek a munkahelyteremtő beruházások, és kellenek azok a sport, szabadidő beruházások, ami a fiatal családoknak mindenképpen nagyon fontos, de az időseknek is, hiszen egy olyan szabadidőpark épül Karcagon a strandnál, aminek az egyik medencéje is meg fog újulni, remélem valamikor már a szezonra kész lesz, hogy szépen, folyamatosan, de gyorsítósávon haladunk. És nem csak a város, hanem a térség is turisztikai szempontból vonzó lehet, hiszen hamarosan jön a nyár, és a Tiszató és környéke is számos program lehetőséget kínál az ide látogatóknak. Így van. Kicsit háttérbe voltunk szorítva, vagy szorulva az elmúlt 100-200 esztendőbe, hiszen ez a térség nem tudott egy nagyvárost kitermelni, hiszen Debrecen, Budapest, és hát a 70-es években Szolnok fejlesztésével egy kicsit elmaradt ez a térség. És most van arra lehetőség, hogy új arculatot találjunk, megmutassuk azt, hogy ennek a térségnek is vannak értékei, és ebben a térségben is lehet boldogulni. És a turisztikai régió most már egyre hangosabban mondják, hogy két turisztikai régió fejlődik leggyorsabban Magyarországon, természetesen a Balaton, amivel nem lehet versenyezni a magyar tenger, de már egyre többen mondják azt, hogy és a Tiszató. És aki a Tiszató környékén jár, az látja azt, hogy egyre jobban épülnek a nyaralók, az éttermek, egyre jobban újulnak meg az üdülő övezetek, és egyre több turista választja az aktív kikapcsolódás szempontjából a Tiszatavat. Én ennek örülök, mert a térséget erősíti, a térség gazdaságát erősíti, és azt a gondolatot, hogy jó itt élni, jó itt családot alapítani, gyermekeket nevelni, mert ez a legfontosabb. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!